Európai örökség védjegyre pályáznak a Gömör-Kishonti régió gótikus templomai. Kassa megye és Beszterczebánya megye önkormányzatai közösen vesznek részt a projektben, mely az idegenforgalom fellendítését szolgálhatja. Ezt a védjegyet olyan térségek, létesítmények vagy épületek kapják meg, amelyek egyedi jelentőséggel bírnak. Az olasz festőiskola képviselőitől származó páratlan freskókat rejt az a 12 gótikus templom, amely bekerült a pályázatba. Az európai örökség védjegyet a rimaszombati, a nagyrőcei és a rozsnyói járás felbecsülhetetlen értékű műemlékei számára szeretnék megszerezni a kezdeményezők. Ez a védjegy felkeltene a térség és a templomok iránti érdeklődést az egész Európai Unióban, illetve az egész világon. Eddig 48 térség kapott ilyen védjegyet Európában. Elvárásaink szerint, úgy ahogy ezekben az esetekben, úgy nálunk is emelkedne a turisták száma az érintett térségekben. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy kihasználjuk ezt a lehetőséget, mondja a Kassa megyei önkormányzat vezetője. A pályázat előkészítésébe az egyházak és az idegenforgalmi szakemberek mellett a Gótikus út polgári társulás is bekapcsolódott. A szervezet azzal a céllal jött létre, hogy bemutassa a gömöri és a kishonti régió épített örökségét, elsősorban a műemlékvédelem alatt álló templomait. A csetneki evangélikus templom a régió legértékesebb gyöngyszeme. A legtöbb freskó itt a mögöttünk látható csetneki templomban található, és ezt már a 20. század elején már fel voltak kitárva ezek a freskók, és azóta is zajlik még a kutatás, mindig új felfedezések vannak, és ez a leglátogatottabb templom is, és a legismertebb is ezek közül. A védjegy odaítéléséről az Európai Bizottság az év végéig dönt. Szlovákiában egyelőre nincs ilyen európai elismeréssel rendelkező kulturális, történelmi vagy természeti örökség. A pályázott sikere ezért nem csak a térség, hanem az egész ország számára különösen nagy jelentőséggel bírna.